Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a színpadon, itt a Mikóvár udvaron. Hölgyeim és uraim, kedves jazzbarátok, néhány évvel ezelőtt, amikor ezt a színpadot ebben a formában megálmodtuk és kiviteleztük, arra gondoltunk, hogy egyszer majd eljön annak az ideje, hogy a Mikóvár udvaron fesztiválok lesznek, sőt, folyamatosan lesznek lényeges, önmagukba értéket hordozó fesztiválok. Azt gondolom, hogy a 2009-es év az egy ilyen év immáron, hiszen három nagyot álmodó barátunk, polgártársunknak köszönhetően, Nórának, Drdicsnak, ugye, ahogy szoktuk mondani, tehát Robinak és a nejének, Karinának köszönhetően itt vagyunk, és 1-én és 2-án júliusban erre a Jazz Fesztiválra kerül sor. Én szándékosan nem használom azt a jelzőt, amit a szervezők használtak, már csak azért sem, mert magamévá tettem egyik nagy gondolkodónknak azt a jelszavát, hogy merjünk nagyok lenni. Aztán a Jazz Fesztivál követően Régi Zene Fesztivál lesz, ugyanitt, ugyanebben a térségben, ezen a színpadon, végül pedig pontosan egy hónap múlva, augusztus 1-én és 2-án Dobban Ritmus Fesztiválra is sor kerül. Nyilván, hogy ezt a sort folytatnunk kell, és azt gondolom, hogy a hely ma adott, a környezet ma adott ahhoz, hogy a Mikóváron keresztül egyfajta fesztivál, nyári fesztiválvárossá válhassunk különböző műfajokon belül. Én azt kívánom önöknek, azt kívánom nektek, kedves barátaim, hogy vigyétek tovább, és vigyük együtt tovább azt a rendkívül sajátos világot, amit a jazz világa jelent. Hiszen azoktól az emberektől származik, akik valamikor szülőföldjüktől elszakadva egy új kontinensen, egy új helyzetben keresték az új környezetnek megfelelő hangot, érzést, de úgy, hogy sose feledjék el a régit. Valahogy hasonlóan vagyunk mi is, hogy úgy próbáljuk megkeresni a jelen zavaros időszakaiban az újhoz való idomulást, hogy közben meg szeretnénk tartani mindazt, ami jó, mindazt, ami tovább vihető és ami értékes abból, amit rég magunkba hordozunk. Kedves barátaim, azt gondolom, hogy a három fiatal barátunknak, Robinak, Karinának és Nórának csattanós válasza ez a fesztivál arra, hogy válság van-e vagy nincs. Válság azokban van, és annak köszönhetően van, akik feladják, fölteszik a két kezüket, és nem keresnek megoldást a mára, és nem hisznek a holnapban. Ők hárman hittek abban, hogy minden időkben lehet, és kell új dolgokat kitalálni, tető alá hozni, megvalósítani, és lám, sikerült. Nem utolsó sorban köszönöm a hitükön túl, vagy a hitükkel együtt azt is, hogy ahogy Karina mondta ma reggel, ő már január 1-én tudta, hogy július 1-én este Csíkszeredában szép, napsütéses idő lesz. Adja az Isten, hogy ez holnap is így legyen, velünk legyen, a fennvaló is, és ha ő is velünk van, akkor nincs ki ellenük legyen. Azt kívánom ennek a fesztiválnak, ennek a három embernek, hogy jövőre azután is együtt legyenek, megszervezzék, és mi csíkszeredaiak örülhessünk nekük. Másik két nyelven meg feliratozva majd elolvassák az európai meg bukaresti barátaink a beszédemet. Úgyis a zene az univerzális, örök és mindenki érti. Jó vételt, jó szórakozást kívánok mindenkinek!